Egy dietetikushoz ugye különböző problémákkal fordulnak, de itt nálunk Kárpátalján, és konkrétan hozzád, melyek a leggyakoribb problémák, amivel hozzád fordulnak? Nálunk Kárpátalján a leggyakrabban a hozzám forduló paciensek inzulinrezisztencia miatt keresnek fel engem. Ehhez párosul ugye a nőknél a policisztás ovárium szindróma. Mikor derül ez ki? Általában, amikor gyermeket terveznek és teherbeesési nehézségek alakulnak ki. Ezen kívül különböző allergiák esetén is felszoktak keresni. Mondjuk ezek a legnagyobb kiváltó okok, azon felül, hogyha valaki túlsúlyos, de akkor annak úgyis van valamilyen egyéb kiváltó oka. Ugye, hát mondhatjuk azt, hogy az inzulinrezisztencia már ez egy népbetegség. Hogyan jön rá valaki, hogy inzulinrezisztens, vagy milyen tüneteket produkál? Nagyon gyakran kialakul az a tévhit, hogy az inzulinrezisztencia csak a nőket érinti, hogy a férfiak ezzel a problémával nem küzdhetnek. De igenis mindkét nemet érinti, a nőket és a férfiakat is. Mondjuk a nőknél jellegzetesebbek a tünetek. A férfiak ugye mikor fordulnak? Túlsúlyos vagyok, nem tudom leadni, esetleg valamilyen vérképbe kiderült valami, nagy a pocakom, mit tudok vele kezdeni, hiába mondjuk diétázok, tornázom, nem változik. Na, ez a férfiakra jellemző. A nőknél pedig, ahogy már az előbb is elmondtam, leggyakrabban akkor derül ki, amikor van cikluszavar, van meddőségi probléma, van valamilyen hormonális zavar, bőrproblémák, túlsúly, tehát ezek a legjellemzőbb tünetek, amikor felkeresik a szakembert már az adott paciensek. És hogyan történik ezután a diagnosztizálás? Hát elsősorban felveszük az anamnézist, ugye áttekintjük, hogy mi volt a módban. Hogyha nincsen vérkép, akkor kiírjuk az szükséges vizsgálatokat, vérvizsgálatokat, és hogyha egyértelmű a kép, akkor fel lehet állítani a diagnózist, és meg lehet kezdeni a kezelést. És akkor ezután történik egy személyre szabott diéta? Igen. Tehát természetesen mindig figyelembe vesszük az adott paciensnek az életkorát, még a túlsúlyát is, ugye, mert nem csak a diéta fontos, hanem a mozgás is, és hogy mennyire lehet terhelni. Meg hát súlytól is függ mondjuk a diéta, sőt, még az életmódját is, mert ugye vannak olyan paciensek, akik éjszakai műszakba járnak dolgozni, tehát ott megint csak egy másféle beosztást az étkezésbe kell figyelembe venni. És mi történik, hogyha valaki nem veszi komolyan? Hát az inzulinrezisztencia ez a cukorbetegség előszobája. És általában mindig ez a varázsszó, hogyha valaki addig kételkedett is abban, hogy hát nekem ez nem fog menni, ugyan már, mert mi bajom lesz, eddig is megvoltam, ez is gyakran elhangzik, de ugye, hogyha már fenyeget a cukorbetegség, akkor mindig el szoktam mondani, hogy mi egyszerűbb, betartani azt a napi, tegyük fel 5-6-szori étkezést, betartani a diétás alapelveket, vagy amikor az inzulint kell szúrni. És akkor ez úgy mindig elgondolkodtatja a pacienseket, és a többsége komolyan veszi. Ez a varázsszó. Igen. Mindenki félti magát természetesen. Gyakran fordult elő, vagy gyakran előfordul, hogy ezért nem tud valaki gyermeket vállalni? Hát a meddőségben lehet mondani, hogy az egyik vezető ok. Tehát maga az inzulinrezisztencia, csak ugye ez általában párosul más problémával is. Nagyon sokszor van úgy, hogy nőgyógyászati szakrendelésen felfedezésre kerül a policisztás ovárium szindróma. Népbetegségnek lehet nevezni a nők körében a policisztás ovárium szindrómát, és akkor ezáltal már további kivizsgálás útján kiderül, hogy inzulinrezisztencia is társul hozzá. És akkor ha az inzulinrezisztencia kezelve van, ezáltal megindulnak a rendszeres ciklusok, megtörténnek a rendszeres betérések, és megtörténik a csoda, ott lesz egy kisbaba.